Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás, békesség. Engedjék meg, hogy bevezetőül elmondjam, hogy a kereszténység legnagyobb ünnepei közül maga a karácsony az, aminek a lényege a mai világban a legjobban torzult. Ezért 2002-től lassan 20 éve folytatjuk keresztállítási missziónkat a karácsonyváró adventi időszakban, szerte az országban. A kereszténység általános jelképének, tehát nem mint a karácsony vagy a húsvét jelképének, hanem elsődlegesen mint a kereszténység legfőbb általános jelképének forgalmas közterületekre helyezésével a fő célunk az, hogy az emberek megálljanak egy pillanatra a karácsonyi bevásárlási láz miatti rohanásban, és elgondolkozzanak az ünnep valódi értelmén. A keresztállítási missziónk tehát egyfajta demonstráció is népünk fogyasztói társadalommá való züllesztésével szemben. Ezen eszmeiség alapján javasoltuk a hit és erkölcstan bevezetését az iskolákban, az egyházi esküvő állami elismerését, illetve a magzat életvédő szívhangos javaslatunk is hasonlóan keresztény etikai alapokon nyugszik. Mindemellett a keresztállítási misszióval már néhány éve egy hazafias küldetést is teljesítünk, hiszen a magyar címerben is szereplő apostoli kettős keresztet állítjuk föl. A szeretet ünnepe, a családok ünnepe. Kérem, karácsony az Úr Jézus Krisztus születése. Pont. Itt köszöntök most kedves minnyájotokat, akik Mária országában, Regnum Marianumnak a fővárosában eljöttetek erre az adventi gyűlésre, megemlékezésre és ünnepségre. Hiszen advent első vasárnapját ünnepeljük, azért az adventét, amely a várakozást, a kereszténység nagy ünnepét jelenti, a messiás Jézus Krisztus urunk születéséhez vezető utat. Mi, Krisztusban hívő magyar keresztények, akik itt a Kárpát hazában több mint 1000 éve hordozzuk és védjük Krisztusunk hitét és igazságát, most sem engedünk a gonosz erőinek. A nyugati félteke Isten és emberellenes erői támadásának egyik fő célpontja, ahogy hallottuk is az imént, a keresztény család. A gonosz erő jól tudják, hogy ha a társadalmat meg akarják semmisíteni, akkor a társadalom alapját képező keresztény családot kell támadni. A genderőrületben jelentkező globalista, neomarxista erők azonban minden gonosz szándékuk ellenére sikertelenségre ítéltettek. Mindenható atyánk, szentséges urunk, örök Isten, kérünk, áld meg ezt a keresztet, hogy az emberek üdvössége és menedéke legyen. Erősödjék általa a hit, gyarapodjanak a jó cselekedetek, nyerjenek megváltást és üdvösséget a lelkek. Legyen vígaszunk, oltalmunk és menedékünk, ellenségeink gonosz támadásai ellen, Krisztus, ami urunk által. Ámen. Szentelje meg ezt a keresztet az Atya, a Fiú és a Szentlélek, hogy akik az Úr Jézusra gondolva meghajolnak és imádkoznak ezelőtt a kereszt előtt, testi-lelki erőt és üdvösséget nyerjenek Krisztus, ami urunk által. Mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Amen. És kedves testvéreim, hatalmas nagy problémának látom azt, hogy Magyarország népen meg van osztva. Az emberek két táborra szakadtak, oltott meg oltatlan, és a két tábor állandóan szidja egymást. Ne hagyjátok, hogy megosszanak bennünket. A mi dolgunk az, Jézus arra tanított, hogy szeressük egymást. Éljünk hitben, amennyire rajtunk áll békességben, és ünnepeljük meg úgy az ünnepet, hogy valóban boldogan és békességen teljen el ez. Imádkozunk szeretett hazánkért, hazánk népéért, nemzetünkért szerte a világban. Arra kérlek, ha hazamentek, szeressétek a tieiteket, örüljetek egymásnak,
Értsétek meg, hogy minden pillanat, amit együtt tudunk tölteni a mieinkkel, egy ajándék. Olyan ajándék, ami nem tudjuk, hogy meddig tart. Meg kell becsüljük egymást. És meg kell becsüljük a mindenható Istent, aki Szent Fia által megváltott mindnyájunkat. Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. Fontos szerepe van itt, országunk szívében, a vörös és szivárvány színekbe öltöztetett Budapesten ennek a kettős keresztnek. Sokan elsétálnak mellette úgy, hogy rá sem néznek. Mások megrongálják, pusztán azért, mert a Mi Hazánk mozgalom állította. De vagyunk még, akik függetlenül attól, hogy kiállította, tudjuk a valódi jelentését. Számunkra ez egy emlékeztető szimbólum. Emlékeztet a rohanó világban arra, hogy megálljunk, és mindig szakítsunk időt szeretteinkre. A kereszt a sátáni erőknek nevetség tárgyát képezi, de számunkra erő, tekintély, élet. Bajtársak, most Európa a tét. Európa, európaisága. A kérdés az, hogy megmaradunk keresztény és többségében fehér Európának, vagy egy identitás nélküli, sokszínű massza marad az egykoron szebb pillanatokat megélt Európa helyén. Engedjük, hogy bármit megtehessenek velünk, vagy ellenállunk. Hirdetnünk kell, hogy a gyermek nem teher, hanem áldás, hogy a család a legnagyobb kincs életünkben. Hirdetnünk, hogy nem kérünk az LMBTQ lobby nyomulásából, hirdetnünk, hogy ellenállunk. Hirdetnünk, hogy nem kérünk az illegális bevándorlásból, hirdetnünk, hogy kitartunk. Hirdetnünk, hogy nem tehetik kötelezővé az oltást, mert nem hagyjuk. Hirdetnünk, hogy a Mi Hazánk mozgalom nem hallgat. Hirdetnünk, hogy mi mindig ki fogunk állni a magyarság és a keresztény Európa védelméért, mindig ki fogunk állni értetek.